Világrekordra készül a három királyfi, három Királylány mozgalom. Ország Országszerte egyszerre emelik a szülők gyermekeiket a magasba ma 11 órakor. A kezdeményezéssel a szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy családban élni jó és a gyerek örök érték. A stúdióban a mozgalom képviselőjével Barna beszélget. Jó reggelt királyam. Nagyon szépen köszönöm Kuti Áron a beszélgető partnerem, ha már így konferáltál. Köszönöm szépen a három királyfi, három királylány mozgalom sajtófőnöke. Jó reggelt mindenkinek! Itt, itt már ugye a célját megbeszéltük, majd bővebben is kifejtjük, de ez már az ötödik alkalom, és ennek van egy éve. hát emlékszem az elsőre is. Az első az még uh, zá majdnem, hogy zárt körben igen, igen. fedett, körülmények között De már akkor a résznek, bocsássam meg, hogy ennek jövője lesz és Islőn, igen, hát ez egy olyan dolog szerintem, hogy annyira beleködni nem lehet, a gyerek az egy örök érték, a családban való lét az pedig egy nagy öröm, egy nagy adomány az élettől, és mi a gyerekeket, a családot ünnepeljük ezzel az eseménnyel, és valóban, ahogy mondtátok, ez egy országos esemény, bár mondjuk a maga a gyermek felemelése csak egy pillanat tényleg az elillan, el de... Ezeket az eseményeket mi körülpakoltuk mindenféle családi napokkal. És a helyi szervezeteink nagyon kreatív módon rengetegféle eseményt hoztak erre a napra. Néhányat most, most 11 órakor, ugye gyerekemelés, de már érdemes 10 órakor kilátogatni a helyszínekre, és hogy hol leszünk. Ugye a megyeszékhelyek legtöbbje benne van a buliban. Tehát pár, esemély, pár helyszín mondjak Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Kaposvár, aztán a Duna túloldalán Kecskemét, Szolnok, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Szeged, tehát a legnagyobb városok, illetve a kisebbek és a legkisebb falvak is. De mint azért hangsúlyoznám, hogy gyermeket emelni nem csak a három királyfi, három királylány mozgalom által szervezett mai eseményeken lehet, mert a gyerekemelés az egy határok nélküli esemény. Ha 11 órakor ez valakinek eszébe jut, hogy meg kell emelni a gyereket, tegyen így, mindenkit arra biztatunk, 11 óra gyerek fel a levegőbe, gyors fénykép és föl a közösségi hálóra vele, hogyha mondjuk a szülők úgy látják jónak, hogy a gyereket is szerepeltetik a közösségi médiában de ez az egész egy, egy, nagy határok nélküli összetartozás, mert hogy hát már évek óta egyre több határon túli település csatlakozik hozzánk, most mondhatom és említhetem Dunaszerdahelyt, Kassát, a felvidékről, a délvidéken Bezdán és Szabadka, aztán hát Erdélyben pedig Csíkszereda, és az egésznek a motorja már évek óta, a kezdetek óta Böjte Csaba, Ferences szerzetes, aki fővédnök idén is. Egyébként Hát szerencsénkre szóljon, hogy nagyon könnyen meg lehetett nyerni a hírességeket, színészeket, sportolókat ennek az akciónak, mert most éppen láttam reggel az Instagramon, Zalánki Gergő válogatott vízilabdázó viszi a hírünket és szólítja meg az embereket, hogy ma 11 órakor gyerekemelés, aztán hát a kezdetektől szintén velünk volt kisgergő Gergő vízilabdázónk, aztán uh, uh, Lékai Máté a kézilabdázó, szóval hogy uh, ők is emeltek egyébként és az is jó, hogy nem állhatott elénk a Covid sem, mert... Tényleg az alatt is ment, hát mindenki otthon emelgette igen, a hát, csemeti. Igen. Szóval Sőt, akkor meg tényleg kinyíltak a határok, mert tényleg Göteborgban is emeltek, és ugyanúgy Erdély számos településén, szóval ez nagyon jó volt átélni. Van olyan, ami maradandó élményt nyújtott kiugró? Én láttam egy olyan fényképet, ahol ugye négy gyerek volt, és a két szülő egyet egyetemelt, de ott voltak a nagyszülők, akik besegítettek. Hát gyönyörű, a nagyszülők is benne voltak ebben a buliban, a, pontosan a lezárások idején, amikor egymástól távol voltunk, és a nagyszülők nem láthatták az unokákat. Hát egy olyan megkapó fénykép érkezett, hogy egy ö, nagymama a bekeretezett ö, fényképet emelte magasba, és úgy szelfizte magát, és ezt küldte el nekünk, vagy legalábbis ezt tette fel a közösségi hálóra. Hát azt hiszem, hogy ennél több nem kell. Ö, ö, maga a gyerekemelés az, mint mondtam, valóban csak egy pillanat, egy gesztus, hogy felemeljük, megmutatjuk a világnak a gyereket, a gyerekünket, a jövőnket, de, mint mondtam, ezeket a kis, ezeket, ezt a gyerekemelést körül ö, veszik ö, Mindenféle aktivitás, sportnap, minden kis település kitalálta, hogy miben a legjobb. Valahol bábszínházat csinálnak, valahol az óvodás csoport lép fel a kis színpadra, valahol éppen, azt pont ásott Halmon, hát születi időszak van, hát szőlőt préselnek a gyerekekkel. Szóval nagyon kedves kis programok elé nézünk. Most 10 órától már érdemes kilátogatni, de még mielőtt kilátogatunk valahova, látogassunk el a gyereket a oldalra és ott a rengeteg település közül lehet válogatni, és ott meg is vannak Hogy a hol programok. programok. Ha valaki fényképet készít vagy szelfit, azt a három király fi, három királylány oldalra töltse fel? Gyakorlatilag ez a gyereket a magasba.hu oldal Aha. gyűjti a fényképeket, illetve hát ajánljuk a gyereket a magasba 2022 hashtag használatát, és akkor így össze tudjuk gyűjteni az élményeket online módon is. Egyéb iránt Budapesten két helyszínen is jelen vagyunk, 10 órától, ez pedig Budán a Gesztenyéskert, és Pesten pedig Zugló, ahol a BVSC sporttelepen rendezzük ezt a nagy kitelepülést, ezt a gyereknapot, ezt a családi napot. Tavaly nagyjából, bár ha pontos számot kapunk, akkor is jó. Sőt, még jó. Mennyi emelték fel a gyerekeiket? Nagyon szigorú rendszerrel dolgozunk. A helyi szervezőktől már 11 óra után egyből bekérjük az adatokat, hogy hány résztvevője volt az emelésnek. és most 11 óra után majd valamikor csorogni fognak az adatok, úgy mint a választásoknál, szóval, hogy tavaly is már megléptük jóval a tízezres létszámot, és most mivel hát közel 40 település csatlakozik, ez a szám ez most már biztos, hogy túl fogja ezt szárnyalni. Hát kérjelek már meg az együttműködés táncára, megadom a mobil számomat, és ha megvan a 11 órás eredmény, hogy mennyien emelték fel, küld már nekem SMS-be, a megmondjuk, jó, és akkor frissen. Friss, friss beszámolót <coughs> tudunk adni, remélem. És hát ezek a gyereknapok, ezek a családi folytatódnak, tehát, mint mondtam, ez egy kis gesztus, egy kis emelés. Egyébként nem tudom, emlékszel -e biztos, a, amikor a kerékpározás népszerűsítéséért indultak a biciklisták Budapest szerte, és a Critical Mass nevű igen, e, igen, igen, igen. kezdeményezés sokáig volt, és annak a vége az a hősök terén végződött, és a résztvevők a bicikliket emelték magasba. És talán ez is inspirációt adott nekünk a kezdetek idején, hogy mi, mivel egy családi szemléletformáló országos civil szervezet vagyunk, mi a gyerekeket fogjuk megemelni, mert hát róluk van szó, és értük dolgozunk. Szóval, hogy ebben a buliban jó részt venni, mert, mert hát nem lesz a kis sírma, tehát mindenki, ez az öröm, amit a hátsó falon látszik, ez, ez, szerintem mindenki erre vár egész éppen. Teljesen egyetértek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.